A belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott egy rendelettervezetet, mely szerint jövő év márciusától a nem beutaló köteles szakrendelésekre is a házi orvosok foglalhatnának időpontot a pácienseknek. Az alapellátók tiltakoznak, aláírásokat gyűjtenek, amelyeket a hétvégéig szeretnének a belügyminisztériumhoz eljuttatni. A Népszavának nyilatkozó háziorvosok mindegyike aggodalmát fejezte ki, szerintük egy kezelhetetlen helyzet állna elő, ha még az időpontfoglalás is az ő feladatuk lenne. Valamint felmerül a kérdés, hogy az esetleges időpontváltoztatáshoz is fel kell-e keresni a házi rendelőt. A helyzetet azonban árnyalja Békási Szabolcs, a házi orvosok online szervezetének alapítója, aki azt a megerősítést kapta a minisztériumtól, hogy a házi orvoson keresztüli időpontfoglalás csak egy lehetőség lesz. És már is a stúdióban egyrészt Sós Adriána, Független Egészségügyi Szakszervezet. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! És Rékasi Balázs orvost köszöntöm a stúdióban. Szóval az a kérdés, hogy mert valaki magyarázta ezt a sajtóban, hogy mi ennek a lényege, és azt mondta, hogy tulajdonképpen eddig is volt online bejelentési rendszer, vagy lehetőség az orvosoknak, és most gyakorlatilag ez egyszerűsíti a bejelentést, mert gyorsabbá válik, és hát az volna a célszerű, mondta, hogy ezt a betegek is online megtehessék. Igen. No. Van az egésznek egy jó része. A jó része az az, hogy folyik egy olyan informatikai fejlesztés az egészségügybe, hogy a szakrendelőkbe be lehessen jelentkezni online. Ez szerintem jó dolog, ha én úgy érzem, hogy XY betegségem van, akkor egy központi rendszerbe a jövő az az, hogy be tudjak jelentkezni. Ez mondjuk különösen egy nagyvárosiak esetében előny, hogy azt mondom, hogy szeretnék elmenni egy fülorgégészhez, és lehet, hogy az én saját kerületemben csak 2 hónap múlva találok időpontot, de van olyan szomszédos kerület, vagy közelben egy másik rendelő, ahol hamarabb találok időpontot. Ez szerintem ez egy jó dolog az elv. A biztosítékot az vágta ki a háziorvosok körébe jogosan, hogy a házi orvost leminősítették egy ilyen adminisztrátor valakivé, és azt mondták, hogy kétféle szakma van, ugye van, amelyik beutalóköteles, eleve el kell mennem a házi orvosomhoz, azért, hogy ne terheljem a rendszert, hiszen lehet, hogy a házi orvosom A vagy meg tudja oldani, vagy ő tudja, hogy hová kell ebből a betegséggel elmennem. Vannak ilyen szakmák, mondjuk teszem azt a belgyógyászat, avagy csak házi orvosi beutalóval mehetek. És vannak olyan szakmák, ahol felnőttként tekinti a rendszer a beteget, és azt mondja, sebészeti, nőgyógyászati, fülorgégészeti, bőrgyógyászati, onkológiai, szemészeti problémám van, akkor én nagy ember vagyok, el tudom dönteni, hogyha szemészeti problémám van, akkor valószínű, hogy a szemészhez szeretnék eleve elmenni, nem kell ehhez elmennem először a háziorvoshoz. Ezt találta ki valaki pihenten a nyári melegbe, egy bürokratikus valaki, aki nem egyeztetett, és született egy olyan elképzelés, hogy először el kell mennem a háziorvosomhoz, oda kell bejelentkeznem, majd a háziorvosom majd engem bejelent online. Na most ez valóban kiverte a biztosítékot a háziorvosoknál. A jó hírem az az, hogy a tegnap esti hírek szerint már kiadott az egészségügyi államtitkár úr egy levelet, egy körlevelet a háziorvos kollégáknak, és így van, egyeztetve a szakmai kollégiális vezetőkkel, visszakozott a kormány, és azt mondja, hogy ez csak egy opció, ez csak egy lehetőség, elmehetek változatlanul, ha sürgős az esetem a szakrendelőbe, ha akarok, akkor bejelentkezhetek én is online, és hogyha nem tudok, akkor majd igénybe vehetem a háziorvosomat. Na most azért szegény háziorvos, változatlanul azt el tudom képzelni, hogy azért egy praxisban vannak olyan betegek, akik nem tudnak bejelentkezni, ezért a háziorvos fogják bombázni, tehát azért ebben majd flexibilisnek kell lenni. A szakszervezethez eljutottak-e ezzel kapcsolatosan jelzések? Hát igen, részben az orvosoktól, részben a szakdolgozói kollégáktól, hiszen nyilván nekik is van ezzel dolguk, hiszen az adminisztráció igen jelentős részét eddig is ők végezték. És hát minden olyan lépés, ami elvonja őket az érdemi feladatoktól, az biztos, hogy a betegeknek sem kedvez, és hát a dolgozóknak is megint egy fölösleges. Jut eszembe úgy, hogy éppen a házi orvosoknál lévő szakasszisztensek,
tulajdonképpen nem kaptak az állami költségvetésből emelést? Hát eddig nem kaptak, de már ígéret van rá, hogy megkapják, és ugyanúgy júliustól visszamenőleg kapják meg. De hát ennek az intézkedésnek egyrészt a részleteit nem ismerjük, az ígéret ellenére a vonatkozó kormányrendelet tervezetet még nem lehetett látni a belügyminisztériumnak a társadalmi egyeztetésekkel kapcsolatos oldalán. És hát van azért ott is aggodalom, mert amit eddig hallottunk, arról szól, hogy ez nem egy címzett juttatás lesz, hanem majd úgy megkapja a házi orvos ezt a pénzt pluszban, de nem teszik hozzá azt, hogy akkor ezt kifejezetten erre kell fordítani. Na most nyilván, akinek fontos, hogy az asszisztensen megmaradjon, hogy minél több érdemi feladatot hárítson rá, amire ugye terv van, mert azzal összefüggésben, hogyha most mondjuk laborokra lehet pályázni, vagy laborvizsgálatokra lehet pályázni, eszközökre a házi orvosoknak, vagy egyéb eszközökre, ultrahang, vagy EKG, vagy bármi, azt a szakdolgozó egy csomó munkát el tud végezni. Na most nem nagyon lehet rá plusz feladatot hárítani, hogyha nem adnak neki plusz pénzt. Viszont azzal, hogyha ez a plusz pénz nem lesz megcímkézve, akkor előfordulhat, hogy a házi orvos se kap többet, mert ha belekerül például az iparűzési adósába emiatt, mert hogy ez nem egy költségtérítés, hanem egyéb bevételként jelentkezik, akkor a vége az, hogy befizeti adóba, és nem fogja tudni odaadni a szakdolgozónak. Tehát ezen is gondolkodni kellene, hogy olyan formában kapják meg, hogy valóban az a dolgozó kapjon belőle, és lehetőség szerint ezeket az összegeket növelni is kellene, hiszen úgy tudunk áthárítani majd feladatokat a házi orvosok részéről a szakdolgozóra, ha többen vannak, hanem az adminisztráció viszi el az idejüket. Ez így van. És hát örökzöld téma, hogy például most is 85-tel kevesebb házi orvos van, mint egy évvel ezelőtt, tehát ezek a kérdések nyilván itt is jelentkeznek, vagy ebben a számban is benne vannak. 10 év alatt 600-al vannak kevesebben, igen. És a korösszetétel és aggasztó, nagyon sok közöttük az a házi orvos, aki rövid időn belül el fog menni nyugdíjba, a fiatalok között pedig nem annyira népszerű. Ugyanúgy szakdolgozót és a házi orvosi rendelőkbe is igen nehéz találni. Osszuk fel a hátralévő 5,5 percet két téma között. Az első, több jelzés érkezett az orvosi kamarához a tekintetben, hogy az országos kórházi főigazgatóság különböző listákat juttat el a fogorvosokhoz, hogy kiket támogat a kamarai választáson, nevezetesen olyan módon, hogy kikkel tud együttműködni az országos kórházi főigazgatóság milyen fogorvosokkal gond nélkül. Gyors leszek, de muszáj még a háziorvosi rendszerhez. Tehát a háziorvosi rendszernek előbb is ilyen apróságairól, technikai, szervezési dolgairól beszélgetünk. Ez nagyon fontos. De senki nem foglalkozik Magyarországon az egésznek a szakmaiságával. Ezt muszáj volt elmondanom, hogy itt a döntéshozók is szerepet tévesztettek. Fontos ezekkel is foglalkozni, de az, hogy a háziorvos szakmailag mit csinál, léteznek-e szakmai protokollok, létezik számukra fejlődés, pont ez, amiről Adriána beszélt. Azért nem mennek a fiatalok háziorvosnak, mert ez a képzés, ez a szakmai fejlődési lehetőség, ez hiányzik. Éppen tegnap mondta egy háziorvos barátom, hogy a háziorvoslás Magyarországon egy szakmai zsákutca. Nincs meg az a fejlődése, és nincs meg az az egységes szakmaisága, amit igazából elvárna a szakma a kollegiális vezetőtől. Ilyen technikai dolgokkal kell foglalkozni, ahelyett, hogy ebből foglalkoznának. Na, bocsánat, erre csak röviden azt tudom mondani, hogy természetesen, hogy ezt etikátlannak tartom. Ugye, mert kampány van, tehát belül lehet kampányolni egyik vagy másik jelölt mellett, az elnökségi tagságra, a vezetésre, stb., bizottsági tagságok, stb., de hogy ez ugye egy külső beavatkozás, az aláfölé rendeltségi hatalmi pozíció miatt érdekes ez? Ez, amit előbb mondtam, igen, hogy a kollegiális vezető az azért kollegiális vezető, mert elvileg a szakmát képviseli, és nem az okfő alá kell tartozzon. Ez nem is tudom, ez olyan, amikor összekeverjük az irányítást és az ellenőrzést és a szakmának a képviseletét. Ezek különálló entitások kellene lennie egy normális fejlett országban. Értem. Hát ahogy nagyban a
törvényhozás és a végrehajtás sokszor keveredik, úgy hát kicsiben is egy szakmai testeten belül. Zárójel bezárva, van egy érdekes témánk, ugye, hogy az Egyesült Államokban és Nagy-Britániában felfedezték az újabb Covid variánst, azt nézik a szennyvízben folyamatosan a tiszti főorvosi szolgálat, hogy milyen a koncentráció. Önök szembesülnek-e azzal, hogy megnőnek az esetszámok, és a járványügyi védekezésben ez jelent-e valami fajta változást a mindennapi ellátásban? Mindenhonnan jelzik a kollégáim, hogy többen vannak kórházakban is egyébként Covid-fertőzöttek, és általában is nő az esetszám. Látjuk a gyógyszertárakban is egyre nő a tesztek iránti kereslet, van olyan, amit már kapni se lehet, itt, ahogy itt körbenéztem. Tehát mindenképpen arra lehet számítani, hogy ez a Covid visszatérően jelentkezik majd, újabb variánsokkal is. De azt tudjuk, hogy ezt a variánst mutatja a teszt? Most már igen, és igen. Hát az most már Magyarországon is megjelent, de mivel a turizmus ugye óriási, és különösen augusztusban óriási, tehát nyilvánvaló, hogy Magyarországon is egyre nagyobb számban lesznek ebben a fajta fertőzésben, de összességében is ugye azt látjuk, hogy a Covid bármilyen régi vagy új formájában jelen van, jelen lesz, tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen erre föl kellene már most készülni, hogy hogyan védjük meg magunkat, amennyire lehet, még akkor is, ha ez már nem egy olyan nagyon súlyos betegség, de nem egy kellemes betegség, több napot kiesnek az emberek a munkából, az oktatást is nehezíti, hogyha a gyerekek fele éppen beteg, vagy a szülők fele beteg, és azért nem lehet nem komolyan venni. Én itt körbenéztem a kollégáim között, sehol semmiféle intézkedés nincsen az egészségügyi intézményekben arra nézve, hogy most akkor megint erősíteni kellene a védekezést, akár maszkhasználattal, akár fölkészülnünk újabb oltási kampányokra. Egyelőre jelen nincs annak, hogy erre készülnénk. Én egy kicsit olyan szempontból szeretném tisztábra, és én egy kicsit szeretném megnyugtatni a nézőinket, hogy ez Erik Fantázia néven van ez az új variáns tudtommal, és ezt... Eris, köszönöm igen, szépen, igen. Akkor igen, nem olyan rég figyelték meg, és különítették el. Az én információ Július szerint, amit olvastam, nem tér el, tehát ez egy enyhe variáns, valóban a WHO érdeklődésre számot tartónak minősítette, tehát szakmailag mindenképpen figyelni kell, de a tünetek szempontjából nem okoz olyan különösebb tüneteket, mint az előző omikron, tehát szerencsére relatíven gyengéről beszélünk, tehát a tipikus jele a torokfájás, a levertség, nátha, megfázás, ilyesmi tünetek. Én éppen tegnap a praxisban több ilyen torokfájós és ilyen tünetekkel rendelkező betegekkel találkoztunk, pontosan amiatt, mert hogy nyár, fesztivál, viszonylag egy esős nyár, tehát nagyobb ilyen szempontból a cseppfertőzés esélye. Meg is, el is végeztük a teszteket, nem spéci ezek a betegek között nem találtunk COVID-fertőzöttet, de egyetértek avval, hogy figyelni kell, de nem akarok senkit megijeszteni. Biztos, hogy beszélgetünk még erről a témáról, de nagyon köszönöm, hogy ebben a néhány témában eligazítást kaptunk, illetve hát a hátteret egy picit megvilágították, folytatjuk a startot.